Ismét Harsányi Zoltántól harsongott a Nyírádi Aréna. Megint kápráztattál, tátott szájjal néztük az utolsó köröket. Mesélj, milyen volt ez belülről? Hát nagyon jó. Mind a két futam annyira, akkora flash volt, hogy most is érzem magam, annyira el vagyok ilyenkor fáradva, mert ez egy akkora koncentráció. Ez a négy kör úgy teljesíteni, hogy tényleg egy hiba ne legyen benne, mert ezek ellen nem lehet hibázni. De annyira közel vagyunk az elejéhez, amit sose álmodtunk. Tehát konkrétan négy körön kapok most annyit, három másodpercet a legjobbtól, mint pár éve mondjuk egy körön. Tehát akkorát fejleszt a csapat a kocsin, hogy tényleg szinte hihetetlen. De vissza is mondják az emberek, mert konkrétan egyenesekben nem maradok le a csúcs technikáktól. Van egy kis hajtás, hátrányunk jó, mondjuk a hazai pálya előnye picit nekem játszik, de elképesztő, hogy ilyen közel megyek ezekhez. Az első kanyarból, hogy jöttetek fölfelé az aszfaltot, Timers Janov teljesen keresztbe állt előtted, ezt látod belülről? Igen, persze. El is fékeztem, mert hogyha keresztbe áll, akkor nem akartam televágni. És pont ezzel kapcsolatban szeretném elmesélni, hogy Péter Szolberg is megforgott előttem az alsó visszafordítóba, és annyira korrekt volt, hogy láttam, hogy bemozdul az autó, hogy elugratja előttem még, de látta, hogy nagy tempóval érkezek, és inkább megfékezte, hogy el tudjak előtte parolni. A két kocsi között szerintem 1-2 centi volt csak, de nagyon korrekt a pali. Köszönöm szépen, reméljük ezt a jó teljesítményt sikerül átvinni a holnapi napra is, és ugyanígy fog kiabálni mindenki állva jelezni Harsányi Zoltán. Hát megpróbálom mindenképpen, de komolyan mondom, hogy nagyon annyira kell koncentrálni, ne hibázzak, mert olyan időket megyek, amit még, tehát majdnem egy másodperccel jobbat megyek, mint itt valaha körönként. Azért ez a tempó már tényleg olyan, hogy egy pici hiba is falnak csapom. Zoli, túl vagyunk a 2013-as Rallycross Európa bajnokságon, mesélj, milyen volt belőle? Hát brutális élmény volt. Olyan időt mentem, mint még soha, olyan az eredmény, a végeredmény, mint még soha. Az autó kibírta, három nap alatt csinált motor erősebb, mint valaha. Úgyhogy a csapat az szerintem a legjobb csapatom van itt az EB mezőnyben. Mit szólsz a rengeteg emberhez, mit szólsz ez az új promócióhoz, az új rendezéshez? Hát ez nagyon jól ki van találva, és ez a rengeteg ember, ez akkora. Én szerintem ők adták ezt az erőt, hogy ilyen gyorsan tudok menni. Többen még jöttem vissza a döntő végén, hogy mindenki azt mondta, hogy Zolikám, te ilyen gyorsan itt még sosem mentél. Mondjuk ez a régire azt mondom, hogy ez sziki, de hát ezek szerint fejlődünk az autó is, és még van mit még találnom ezek szerint a vezetésben is. Két hét múlva Greinbachban lesz a következő OB futam. Megpróbált Károly Tomitól visszakaparni az első helyet? Hát azt mindenképpen. Én Greinbachban régen nem szerettem menni, aztán a fiúk, ott is tényleg a csapat volt az, hogy egyszer odament az egyik szerelem, és azt mondta, Nazalikám, én most állítok ide is futóművet. Odament mérőeszközök nélkül, tekert valamin, az titok, mind. Egy nagyon sokat, azt mondta, így jó lesz. Mondom, te így jó lesz, ki se tokálja a sátorba. És azóta tudok menni Greinbachba. És meg is mondta, hogy mi az a tekerés, amit tekert? Meg, azóta tudom már. De nem mondod el. Nem. Azt nem mondom el, ez túl nagy előny a többieknek. Akkor még egy annyit tegyünk a végére, hogy gratulálunk Károly Tomiéknak az Európa bajnoki győzelemhez. Ahhoz én is gratulálok, nem tudtam még, most tudtam meg. Köszönöm. Sziasztok! Sziasztok!